Hálaadó Szentmisén köszöntötték vasárnap az 50 éves Tá Zoltánt. A magyarok nagyasszonya plébánia plébánosa a Szent Család templomban celebrált misét. Tá Zoltán Tapolcán született 1974. április 10-én, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem elvégzése után pedig 1998-ban szentelték pappá. Rá egy évre kezdte meg 2 éves kápláni szolgálatát Keszthelyen, majd 2010-től a főtéri plébánia plébánosi teendőjének ellátásával bűzte meg az akkori veszprémi érsek dr. Márfi Gyula. Tá Zoltán emellett a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola lelki igazgatója. A vasárnapi hálaadó szentmisét követően szeretett vendégséget tartottak a templomkertben, ahol több helyi civil szervezet és a hívek köszöntötték a plébánost.